Jákson valamennyi felekezet tartott fenn iskolát, de mikortól beszélhetünk az állami oktatás megjelenéséről a városunkban? 1868-ban fogadta el a parlament azt a népiskolai törvényt, amely megteremtette az egyházaktól független világi közoktatásnak az alapjait, és itt Paksra ez mire a hatással ért, 1875. augusztusában döntött a helyi községi képviselőtestület arról, hogy itt Óváros és Újváros határán, itt a külvárosnak számított ez akkor, itt felépíti a községi iskolát, amit későbbiekben közös iskola néven emlegettek. Pontosan hol áll az épület? Itt az újvárosi résznek a kezdetén, ahol ma a Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozata található. Itt ezen az épületnek a helyén állt az iskola. Egy elalakú épület volt, amit felépítettek. Utcafronton volt az iskola igazgatói lakja, belül pedig két udvari szárnyal, két tanterem működött. Petter Márton volt az első iskola tanító és igazgató. 127 gyermeket kellett itt neki tanítania, oktatnia, és ő volt az, aki 1883-ban az előjáróság felé már panaszkodott a körülményekre. Sötét, nedves termekben kellett ezt a 120-i diákot tanítania nehéz körülmények között, és ezt követően a testület megvizsgálta, és valóban kijavították azokat a falakat, a körülményeket javították, lebontották a tornácot, és meghosszabbították a tantermeket is, meg a maga a tanári lak is kicsit komfortosabbá tették. Az iskolaszék hogyan segítette az oktatási körülmények javítását? Az iskolaszék élére dr. Novák Sándor halála után a következő iskolaszék elnök a Zavaros János főjegyző volt 1885. novemberében, és megvizsgálták ők is, hogy mivel tudják segíteni itt a körülményeket. Kályhát szereztek ide az épületbe, egy szekrényt, térképpel látták el az oktatást, segítették. Aztán 1886-ban Komlósi Antal követte, Petter Márton halála után már nem csak másodtanító volt, hanem ő lett az igazgató és az első tanító, és az ő vezetésével folyt itt a munka. Aztán jött egy új másodtanító, Éles Károly, aki az alacsony javadalmazásra panaszkodott, és egy év után visszatért tanítani Sümegre, az ő utódja pedig Kis Lajos volt. Egy másik probléma is megoldásra vált, ez pedig a pusztán élő gyermekek oktatása volt, ezen hogyan segítettek? 1888-ban megvizsgálták a Paks környéki pusztákon lakó tanköteleskorú gyermekeket, összeírták, 157 diákot tettek Lajstromba, és sajnos, hogy ők nem tudtak itt Paksra bejárni, ott meg nem voltak iskolák, és a korabeli hetilap, a Magyar Szövetség fogalmazott az ő körülményekre utalva, idézem, hogy iskolába sohasem jártak, felnőnek, mint barmok tudatlanságban. És hát igazából ezen a körülményeken aztán a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium is segíteni próbált, amikor előírta a paksi előjáróságnak, hogy bizony 1905. szeptember 1-ig három puszta iskolát állítsanak fel. És akkor egy rendkívüli testületülést tartott itt a paksi képviselőtestület, ahol kijelölték azt a három iskolát, azt a helyszínt, ahol föl kell építeni, mégpedig úgy történt ez, hogy Gyapán Kovács Sebestény Endre birtokostól kaptak területek, meg területet, Csámpán Haz Jánostól, Cseresznyésben pedig Lednecki Mihálytól vettek olyan területet, ahova ezeket az iskolákat felépítették. Hogyan fejlődött az állami oktatás Pakson a két világháború között? 1910-es években Pákolic Mihály igazgató tanító és Németh Mihály tanító oktatták itt a diákokat. Aztán az 1920-as években még felmerült egy harmadik tanítói állásnak a betöltése is, de aztán megvizsgálták is a fokozatos létszámcsökkenés, amit megfigyeltek, ez alapján elvetették ezt az ötletet, és így érkezünk el aztán 1930-hoz, amikor is Gróf Klebersberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter iskolaépítési programja Paksra is begyűrűzött, és itt is állami támogatással egy új iskolaépülettel bővült itt a közös iskola. Ki építette az épületet?
Baksai György paksi építőmester volt, aki tervezte és építette, ő végezte itt a kivitelezést, és nagyon impozáns megjelenést nyújt az utcafrontról az épület, és ezt követően pedig Pákoric Mihály magyarosította Pákai Mihályra nevét, ő 1939-ig volt igazgató, és őt pedig 39-től 1946-ig Németh Mihály követte, akiről tudjuk, hogy Németh Mihály pedig Németh Imre helytörténész és monográfusnak az édesapja volt. Hogyan szervezték át az állami oktatást a II. Világháborút követően? Itt az oktatás teljesen nagy változások voltak a II. Világháború után. Egy ideig a népiskolai osztályokat és a polgári iskola osztályait összevontan kezelték, és aztán 1948-ban történt meg az iskolák államosítása, és tértek át a 8 osztályos rendszerre, és 1948-ban alakult meg a 2-es számú állami általános iskola Pakson Kántor Antal igazgató vezetésével. Ezt követően itt felmérték az iskolának az állapotát is, és az 1930-ban épült épület az egy nagyon kifogástalan jó állapotban volt, úgy vélték, míg a régi épület az pedig hagyott kívánni volt maga után, omladozott, rendszeresen tatarozásra szorult, tehát ott már voltak problémák. 59-es, 60-as tanévben Olá Mihály lett az igazgató, aki később Paksvárosnak tanácselnöke is volt. Mikor és hol épült fel az épület új modern szárnya? 1961-ben döntött a községi tanács arról, hogy egy új négy tantermes iskolaépületet kell felépíteni Újvárosban, a Tolnai úton, és az egykori Vásártérnek a területén jelölték ki ennek a felépítését. Ott előzetesen ott volt egy szovjet hősi temető, amit elköltöztettek a Fehérvári útra, innen kapta a Hősök tere is a nevét. Ma már csak a semmibe vezető lépcsők maradtak ott erről az emlékműről, hiszen az iskola kerítése lezárja ezt a felvezető lépcsősort, és 1962-ben átadták ezt az új négy tantermes iskolaépületet, majd megvizsgálták közben ezeket az épületeket is, és itt később azt találták, hogy a régi iskolaépület az már lebontásra szorul, és helyére új épületet emeltek a 60-as években, és végül, amikor az új épület is elkészült a Tolnai úton 76-ban, azt is egy új szárnyal bővítették, és aztán onnan alakult ki az a felosztás, hogy itt a Dózsa-György úton ezen a részén volt az alsó tagozat, a felső tagozat pedig a Tolnai úti részen tanult. Aztán a rendszerváltás hajnalán felvette az iskola Deák Ferenc nevét. Igen, így érkezünk el, 1988-ban, augusztus 31-i tanévnyitó ünnepségen felvette ez az államiskola Deák Ferenc nevét, és aztán 2000-ben volt még egy ilyen jubileum ünnepség, amikor az iskola 125 éves évfordulóját ünnepelték, egy emléktáblát helyeztek el azon az egykori épületen, ahol az első épületet, iskolaépületet itt felhúzták, és egy nagyon illusztris jubileumi kiadványban is összefoglalták az iskolának a történetét.